Névsorolvasás géptanórán a Nyíregyházi Egyetemen. Ezek az elsőéves hallgatók már nem csak az iskolapadban, hanem vállalatoknál is tanulhatják a szakmát. Meglepődtem, de tényleg komolyabb feladatokat is rámernek bízni az emberre, utána persze ellenőrzik, aztán az be is kerül a gyártási folyamatba esetleg, és tematikák során haladtunk úgy, ahogy a tantárgyaim is voltak már a fél évben. A hallgatók abban bíznak, hogy ha jól dolgoznak tanulmányi idejük alatt, akkor végzés után munkát is kaphatnak a vállalatnál. Úgy látják, hogy a diploma megszerzése után jó eséllyel jelentkezhetnek az állásokra. Lerövidül a betanítási időszak egy mérnöknek is, ahogy megtanulja a céggel külön kapcsolatos dolgokat, és ugyebár én is megtanulom, hogy egy cégen belül hogyan kell viselkedni különböző emberekkel, és hogyan néznek ki a munkafolyamatok. Tavaly ősszel indult duális, tehát egyszerre elméleti és gyakorlati képzés a Nyíregyházi Egyetemen. Az intézmény szakfelelőse azt mondja, ők is profitálnak a programmal, mert olyan tudást szerezhetnek a hallgatók, amit az iskolapadban nem tanulhatnak meg. Igyekeznek minél többet megtanítani a vállalati folyamatokból, főként azokat a készségeket, amelyeket itt nálunk nem tudja a hallgató elsajátítani. Gondolok itt a beilleszkedési folyamatra, a kommunikációs gyakorlatokra, a szaknyelvi készségek fejlesztésére, hiszen idegen nyelven kell ma már a cégeknél kommunikálni. Fóliával vonják be az autó kormányát az egyik nyíregyházi autószalonban. Itt, ebben a tanévben egy hallgatót fogadtak. Már az első fél év olyan sikeres volt, hogy a jövő tanévben három hallgató jelentkezhet gyakorlatra. Nekünk nagyon fontos az utánpótlás nevelés, hogy kerüljenek ki olyan szakemberek az életbe, amikor elvégzik az egyetemet, főiskolát, akik egyből tudnak dolgozni. Ez a duális képzés erre most alkalmat ad és lehetőséget. Tavaly szeptemberben csak a gépészmérnök szakon indult duális képzés. Még csak fél év telt el, de már eldöntötték, hogy a jövő tanévtől három új szakon, új cégekkel bővül a program. Az MG-gépész területen három új, a közlekedésmérnök területen négy új partner, a gazdálkodás és menedzsment szakon pedig 13 partnervállalattal fog beindulni jövő szeptembertől a képzés. Múlt hétfőn járt le a jelentkezési határidő a következő tanévre. Most még nincs pontos adat arról, hogy hányan választották a Nyíregyházi Egyetem duális képzéseit, de az intézményben abban bíznak, hogy nem lesz gondjuk a beiskolázással.